Anno én júniusba végeztem a Kaposvári Egyetem fotográfia mesterszakán, és ezt a címet viselt a diplomamunkám. Úgy néz ki nálunk a diploma, hogy van egy mestermunka, illetve ehhez kapcsolódik egy szakdolgozat, ami általában egy ilyen, amennyire a művészek tudnak kutatni, tehát egy kutatás, ami alátámasztja a projektet. Pár előzményben fogok mutatni azzal kapcsolatban, amivel elkezdtem foglalkozni. Főként projekteket fogok bemutatni, mert hát alkotó ember vagyok, tehát ezekről tudok mesélni. Mindjárt a BA diplomunkámmal kezdeném, ami a Tudások címet kapta. Alapvetően valamiképpen olyan felületeket kerestem, ahol valami módon megjelenik az emberi tudás, és elkezdtem fényképezni iskolai letörölt fekete táblákat, illetve felülnézeti színházi színpadokat. És az volt a tézisem, hogy minden íráskor vagy rajzoláskor kialakult nyomvat sérülés ezeknek a tábláknak a felületén, azok valamiféle információnak a lenyomatai, és hogy ezek idővel a sok-sok írás és rajzolás során egymásra egymás mellé rakódnak, és egy ilyen absztrakt, de hogy egyfajta ilyen allegóriái az emberi tudásnak. És a tárgyak mellett, tehát ezeket mint az elméleti tudásnak egy ilyen allegóriáit kezdtem el használni. És emellett kerestem olyan területet, ahol viszont valamiképpen lenyomatként megjelenik az emberi mozgás, és így színházakba mentem, és a felső hídról, olyan helyről, ahol, amit egyébként alapvetően a befogadó ugye nem lát, felülről kezdtem el fényképezni ezeket a felületeket, és majd körbeadok a végén egy portfóliót, ahol még jobban látszódik, meg esetleg majd a monitoron is meg lehet nézni, tehát ezek egyébként nagyméretű printekként vannak fizikailag jelen ezek a képek. És hogy lényegében ez a kettő, a színpadok meg a táblák született meg, és került bemutatásra a BA diplomunkában. Aztán tovább haladjak. Készült egy ilyen visszafejtős, jel visszakódolós videómunkám is, ez még a BA diplom munka alatt. Itt azt csinálom, hogy minden, amit szabad szemmel én látok egy hatalmas táblának a felületén különböző nem dekódolható jeleket, én elkezdem felerősíteni egy egyszerű módon, hogy fogom is krétával visszarajzolom ezeket a nyomokat. És nagyon érdekes, hogy nem kapunk vissza semmilyen jelet, vagy hát itt például pont látszódik, hogy valaki ide felrajzolt például egy harmonika kihúzatot, tehát fotós labor teremtáblájáról van szó, de hogy nyilván ezt mondjuk én vissza tudom fejteni, vagy posztlányok vannak, de hogy ezek a jelek nem visszafejthetőek, de hogy nagyon izgalmas volt ez egy 30 perces ilyen performance videó, ahol felveszem, hogy ezeket rajzolom vissza, ezeket a nyomokat meg sérüléseket. Aztán időközben készítettem még egy táblásorozatot, pedig egy könyvkötő, könyvrestaurátor műhelynek a fal tábláit kezdtem el fényképezni. Rengeteg, több tucat táblát fényképeztem, és a könyveknek a nyomait kerestem vissza ezeken a területeken. Aztán egy picit én nagyon belecsaptam a közepébe egyből, de hogy annyit még fontos tudni, vagy hát ki is derültek így a munkákból, hogy én alapvetően konceptuális fotográfiával, vagy képzőművészettel foglalkozom. Ez a kortárs fotó, ahogy szépen épül felfelé, egy olyan, hát mondhatjuk irányzatnak, amiben az az elsődleges, hogy mondjuk az alkotói foglalkozik egy témával, vagy kitalál egy témát, és akkor arra keres mondjuk egy eszközt, ami sok esetben nem feltétlenül mondjuk a fotográfia, hanem akár lehet egy ilyen intermediálisabb dolog is, akár például ebben a munkában a papírmerítés.
Itt valamiképpen arra kerestem a választ, hogy azon gondolkodtam, hogy a gimnáziumban méretetlenül sok információt kapunk nap mint nap, és hogy ez egy olyan fajta tudás, ami megalapozza a későbbieket, de hogy nagyon sok része kiesik, és hogy valahogy ezt ki lehet-e fejezni, hogy abból a rengeteg információból, mondjuk 7 évig jártam miniből, mennyi marad meg mondjuk akár a történelem, vagy az irodalom tudásból. És akkor erre csináltam egy olyan példát, hogy az összes megmaradt gimnáziumi jegyzetemet, több száz oldalt, készítettem belőle merített papírt, és a több száz teleírt lapból 34 merített papír lett, ahogy így be csináltam belőle egy ilyen papírmasét, meg gyűrtem egy hajdú centrifugával, és akkor abból merítettem ki végül ezeket a papírképeket, és hogy valahogy ezt érzem, hogyha most le kéne ülnöm, és tele kéne írnom annyi lapot, amennyit csak tudok, és csak a gimnáziumi emlékeimből, akkor lehet, hogy megállnék 34 oldalnál abból a több száz év, vagy több száz oldalból és több évnek a tanulásából. És hogy mindemellett lényegében például egyes tanáraim mondták, hogy így megsemmisítettem a jegyzeteket, és mondtam, hogy hát persze, de hogy ezek már így a padláson álltak, és hogy nem is használom őket, de hogy pont inkább a megmentés volt a célja, és egyfajta tiszteletadás azoknak, akiktől tanulhattam, meg azokról, akikről tanulhattam, és hogy egy ilyen tovább, egy ilyen mentés ennek az anyagnak. És egyébként, ahogy így kézzel csináltam, meg végig tudtam kísérni a folyamatot a papírlapokon, ha itt fölülről nézzük, majd ezt is megmutatom portfólióba, hogy nagyon szépen látszanak egyébként a kottás füzet darabja, vagy a matek füzet darabja, vagy egy-egy ilyen foszlány a szövegekből, úgyhogy szóval ilyesmi. Aztán egy ilyen hármasként a táblák füzetek mellett megjelennek a könyvek, és lehet, hogy majd ez kapcsolódhat jobban, vagy jobban köthető mondjuk az előadás témájához, de még persze mindig nem tartok a diplomunkánál, de hogy egy költözés pakolás során elkezdtem pakolgatni a világirodalom emekei sorozatot, ami a nagymamámnak a hagyatéka volt. Ugye ez a könyvsorozat 63-tól jelenik meg, a nagymamám is nagyon szorgosan előfizetett rá, és havonta várta, hogy megérkezzen az új könyv. És én a könyvekkel, mint egy ilyen építőkockákkal kezdtem el játszani, és az is nagyon érdekes volt számomra, hogy lehet az, hogy minden hónapban megjön egy körülbelül ugyanakkor a vastagság, ugyanakkor a könyv, hogy így nem írtak hosszabbat, jó, persze bontják, amikor hosszú a könyv háromra, de hogy így, vagy kettőre, vagy szóval, hogy nagyon érdekes volt, hogy ilyen, mint valami építő elemekre találtam, és akkor ezekkel kezdtem el aztán kifejezni újabb dolgokat. Például építettem belőle egy tornyot, amivel arra szerettem volna reflektálni, hogy ezzel a szín szerinti rendezéssel, hogy már nem az ABC szerinti rendezés, ami az írásközpontú világnak az alapillére a meghatározó, hanem inkább a színek, ami a képközpontú világhoz köthető, és hogy erre a folyamatra szerettem volna felvinni a figyelmet. Egyébként az érdekessége még, hogy nekem nagyjából a nagymamám örökségéből egy ilyen 120 könyv maradt meg, de az OSK alapján több mint 300 könyv van, vagy valahogy 300-nál kigyűjtöttem őket, és gyűjtöm ezeket a könyveket, és az a legérdekesebb, hogy a legtöbbet eddig könyvtárból kaptam, mert hogy már nem, nincs rá szükség, úgyhogy építem tovább a projektet, és mindig felírom, hogy kitől kapok egy könyvet, és így szépen egyre magasabb a tornyom. És akkor egy másik ilyen játék volt, hogy a stúdióban leforgattam a könyveket, és ebből egy egészen ilyen kisebb méretű képet készítettem, és hogyha az ember hirtelen ránéz, akkor olyan, mintha a pixeleket látna, de ezek valójában lefordított könyvek. És pont ez, hogy minden digitalizálódik, a könyvek is egyre több esetben nem feltétlenül jelennek meg nyomtatásban, hanem
hanem egy digitális fájlként olvassuk őket, és hogy erre a folyamatra hívtam fel a figyelmet is ezzel a képpel, egy ilyen játékos módon. Aztán a szakdolgozatom térnék át, és akkor egy picit jobban lehet majd érteni, hogy mi ez a nem tudás, meg hogy honnan is jön. Alapvetően a szakdolgozatomnak az alapja az egy Bangó Jenő által összegyűjtött eszé sorozat volt, Útkeresés a posztmodernben. Itt lényegében ilyen szociológiai eszékről olvastam, ami nem egy koherens mű volt, viszont nekem egy ilyen vázat adott a dolgozathoz. És ugye rátérek erre is, csak hogy hogyan tudom megfogalmazni, hogy mi az a nem tudás. Nézzük ezt a gömböt, és képzeljük el, hogy minden, ami a gömbön belül van, az minden, amit tudunk, és a nem tudás pedig a gömbnek a felülete, és hogy akkor válik érdekes ez a folyamat, hogyha elképzeljük, hogy a buborékfújó fiú nagyobbra fújja ezt a gömböt, azáltal a benne lévő rész a tudás is nagyobb lesz, de hogy a nem tudás is nő. Szóval, hogyha persze kisarkítva mondhatjuk, hogy minél többet tudunk, annál kevesebbet tudunk, persze ez nem így van, hanem minél több dologról van ismeretünk, annál több kérdést tudunk feltenni, és ezt én így a szakdolgozat írás idején ezt így nagyon mélyen átéltem, és azt éreztem, hogy ez egy olyan folyamat a mai világban, hogy annyira sok információ ér minket, és hogyha azt minél többet fogadunk be, annál többre vagyunk kíváncsiak, és hogy ez egy nagyon izgalmas folyamat a mai világban. Aztán eljutunk a tudás társadalom korába, amit megelőzött az ipari és az információs társadalom. Amit itt látunk képek, az lényegében nekem volt egy ilyen inspiráció, egy 1910-es Korunk találmányai című könyvből szkeneltem ki ezeket a képeket, és ezt vittem egyszer órára konzultálni, de úgy, hogy most picibe is látszódnak, de mindegyik alól kiszedtem a szöveget, és csak a tanáraimtól kérdeztem, hogy így mik vannak a képen, és ugye hát annyira nem sok idő telt el 1910 óta, és nagyon sokra nem tudták, hogy mi az, mi látható a képen. Meg érdekes egyébként itt a fotográfiai kontextus is, mert mondjuk ezen a képen ez a kis répiszok, egy cepelin, de hogy mondjuk nem volt annyira fejlett a fotó, hogy egy teleobjektívvel csak a cepelin tudják leképezni, vagy nem volt elérhető éppen, vagy szóval, hogy a könyvben érdekes, hogy nem tudnak annyira rákezelíteni, vagy nem úgy jelenik meg képként. Szóval nagyon sok mindenben nekem inspiráló volt ez a könyv, és meg hát az a folyamat, hogy az ipari társadalomban létrejönnek a különböző technikai eszközök, aztán az információs társadalomban pedig mindenkinek lehetősége lesz ezeket felhasználni. És a mostani fejlődésben pedig lényegében szóval, hogy akkora mértékben használjuk fel ezeket az eszközöket, főleg így gondolok mondjuk az internetnek felhasználására, vagy egy különböző hát az, hogy a kezembe tudom tartani a telefonomban mondjuk az összes mondjuk lexikális tudást, amit anno mondjuk lexikonokban őriztek, ez egy ilyen, a lexikonokban lehetett rákeresni, ez egy nagyon nagy ugrás és nagyon nagy hatással van mondjuk rám, de mindjárt mondok további követeket, és akkor egyértelmű lesz, meg lehet, hogy nem is húzom annyira ezzel a szakdolgozattal a szót, de hogy annyi még, hogy Bangó két módon osztja fel a nem tudást. Az egyik az alkalmazott és a specifikus nem tudás. Az alkalmazottnál főként az ilyen gyakorlati, meg tapasztalati úton szerzett nem tudásról beszél, a
specifikus, meg így a tudományokhoz köthető. És akkor azt csinálom a szakdolgozatban, hogy erre a vázra hozok fel különböző fotoművészeti vagy képzőművészeti példákat, mint például amit a tudományos tudásról írok, akkor bemutatom például Csörtő Attilának a munkáit. Hát igen, most ez hosszú belemenni, de hogy nagyon sok munkája van. Például ez egy installáció, amiben a kör négyszögesítésének a problematikájával foglalkozik, csak egy ilyen művészeti kontextusban. Vagy Cigány Ákos, Dávid online sorozata, azt csinálja Cigány, hogy Darwinnak az összes műve elérhető az interneten, és elkezdi kiszedegetni az üres oldalakat, ott maradtak az üresen hagyott kérdések egy nagyon meghatározó műben is. A gyakorlati tudásnál pedig írok például a Világ Krisztina munkájáról, aki egy egyszerű kérdéssel foglalkozik, vagy hát egy egyszerű, de nagyon izgalmas kérdés, hogy mi történne akkor, hogyha Földön eltűnne a fény, és berendez egy műtermet, ahova behív alanyokat, és lényegében időnként egyet rájuk pillant, rájuk vakizik, és azt figyeli meg, hogy amikor eltűnik a fény, akkor hogyan kezd másképpen viselkedni az ember a teljes sötétségben, hogy hogyan kezd el tapogatózni különböző objekteket, rakatérbe székeket, meg posztamenseket, és hogy csak azt figyeli, hogy mennyire változik meg abban a pillanatban az embernek a mozgása, amikor nem lát semmit. Vagy Gergő Kata munkája, aki pedig lényegében a fotográfiai felől közelíti meg azt a kérdést, hogy maga a fénykép az mennyire tud hiteles lenni, vagy mennyire tudja eldönteni a befogadó, hogy mondjuk egy ténylegesen egy tudományos képet lát, vagy csak egy annak tűnő ábrát, és akkor ő ezzel játszik. Aztán az élő és a halott nem tudás szerint csoportosít még Bangó. Az élő nem tudásban lényegében olyan nem tudásokat vizsgál, amiket még nem tudunk, a halottnál pedig amiket már nem tudunk, vagy amiket így tehát a feledésbe merülnek. És akkor így foglalkozott például az élő nem tudásnál például Alison Rossiter munkáival. Ez azért izgalmas, az alfotó azt csinálja, hogy az 50-es évektől gyűjt össze fotópapírokat bárhonnan, tehát mondjuk szólnak neki, hogy van egy padlás tele fotópapírra, akkor megy, és azt csinálja, hogy mindegyiket előhívja. És elég sok esetben talál például olyat, hogy mondjuk lenagyítottak rá képet, de soha nem hívták elő, és hogy visszamennek, tehát ott van egy ilyen, amikor megkapja a csomagot, akkor nem tudja, hogy mi lesz benne, és ezeket hívja elő és vizsgálja meg. Sok esetben egyébként mondjuk nincs rajta kép, de annyira régi a papír, hogy ilyen tájképszerű képek jelennek meg rajta, de hát meg lehet figyelni, ahogy a rajta lévő emulzió megsérült, de hogy így az idő nyomait magukon viselik ezek az anyagok. Foglalkozok még Gyenis Tibornak a Hobbik és sebészeti példatár című munkájával, ahol ez egy ilyen elég játékos sorozat. Itt az látható, hogy van egy nagy betonépület, amit vadszőlő futott be, és ez erre görög dínyéket szerel fel, és hogy az ember nyilván tudja, hogy ott nem nőhetnének görög dínyék, mert hogy ez nem ilyen, de csomó képe hirtelen, ha az ember ránéz, akkor elgondolkodik rajta, hogy ilyen van, vagy nincs, vagy lehetne, vagy meg tudjuk csinálni. Szóval, hogy van benne egy csomó érdekes kérdés, felvetés. Aztán, ami már jobban az én állandóan munkámhoz köthető, az például Regős Bencének a munkája. Emlékműveket fényképez, amiket ugye az emberek azért állítanak, hogy bizonyos dolgokra, vagy helyzetekre, eseményekre, személyekre emlékezzenek. Viszont ő olyan emlékműveket keres, amik kezdik a magukat, az emlékműveket is elfelejteni az emberek, nem hogy azokat a tetteket, vagy embereket, amik ahhoz köthetőek.
vagy egy másik nagyon érdekes sorozat, az Ellen Fleischer munkája, amiben képzeljünk el egy hatalmas termet, egy több négyzetméter nagyságú kiállítóteret, amiben a Földön ilyen kis előhívó tálkák állnak, ahogy belépünk vörös fényben, és azt látjuk, hogy a vízben úsznak ilyen arcok. Itt lényegében az történik, hogy ő a háborúban elesett katonák arcképeiből vágja ki csak az arcnak egy nagyon szűk részét, és lenagyítja őket, előhívja, de nem fixálja le, és amíg a kiállítást tart, azok ott úsznak és ázódnak, és amint véget ér egy-egy kiállítás, akkor elteszi őket, nem is tudom pontosan, hogy mi lesz utána velük, de gondolom ismét leszállítja őket, elteszi, és aztán ismét kiállítja. De hogy egy ilyen nagyon izgalmas helyzet, amiben mondjuk akár egy lámpakapcsolással az összes kép meg tud semmisülni, de hogy nyilván nem ez történik, hanem egy ilyen nagyon szép határon hagyja azt, hogy hogyan emlékezünk, vagy hogyan hívódnak elő ezek az arcok, és nem visszálódnak, hanem egyszerűen csak így jelen vannak. És akkor ez már az én munkámból egy kép. Lényegében az a folyamat érdekelt leginket, hogy van valamiféle nem tudásunk, legyen az élő vagy halott nem tudás, jön egy fejlődés vagy változás, és aztán tudásunk lesz újabb dolgokról, de aztán megint újabb kérdések tárulnak elénk. Ez a folyamat kezdett el igazán érdekelni. A munkám kiinduló pontja volt ez a kép. Ez egy elég nagy méretű fotográfia, ami a Monolit címet kapta, majd erről is mesek, hogy mindegyik képemben van valamiféle monolitikus, és hogy ennek mi a szerepe. Itt lényegében ez a kép egyfajta emlékmű is a lexikális tudásunknak, ha nagyon radikálisan szeretnék fogalmazni. Ez lényegében a Britannica sorozatnak a könyvei vannak egymásra halmozva, amelyik évben 2018-ban csináltam ezt a képet, akkor egyébként az akadémia kiadó leállította a magyar lexikongyártást, és hogy arra a folyamatra reflektálok, hogy a lexikonok azok az első könyvek, könyvobjektek, amik el fognak tűnni, főként az internet felhasználás miatt. És az, hogy mindezzel együtt, az, hogy nincs szükség mondjuk olyan módon lexikonokra, vagy nekem sincs már lexikonom, meg szerintem a kortársaimnak sincs már otthon lexikonja, hogy ez egy kicsit feltételezi azt, hogy mondjuk nincs szükség olyan mértékű lexikális tudásra, mert mondjuk bármire rákeresetek a telefonomban, és hogy ez vajon mennyire jó, vagy mennyire rossz, hogy mondjuk kezd átalakulni, vagy máshogyan működni akkor az agyunk, hogyha egy pillanat bármilyen szükséges információra mondjuk rá tudok keresni, akkor hogy ez vajon mennyire pozitív az emberiség fejlődését nézve ez a folyamat. És aztán elkezdtem olyan tárgyakat keresni, amiknek mondjuk akár én, vagy mondjuk nem tudjuk már a jelentését, vagy hogy mire használták. Az első ilyen objekt, amiről készült képem, és így sokat gondolkodok rajta, hogy felfedjem-e sokszor ezeket a tárgyakat, vagy ne, de hát általában mindig elárulom, hogy mi van a képen. Ez egy... Van egy pici alpív kép, amin van is róla, egy ilyen szekrényben álló mésztőről van szó, ilyen lefordítva. Én ezt kb. 27 évig néztem a keresztapám házában, és mindig mondta, hogy ez egy víztisztító kő, és én meg így mindig néztem, hogy hova öntjük bele a vizet, vagy hogy ez hogy működik. Aztán elkértem tőle, hogy kipróbálhassam, és hogy ezt a követ főként a dunai hajósok használták, keresztapám is hajós kapitány,
és hogy lényegében ez mindig ott volt a hajókon, és egyszerűen mindig tiszta vízhez juthattak, mert bele kellett csak önteni a vizet, és mondjuk egy 5 liter víz átfolyik rajta egy óra alatt, de hogy a végleges képemen, mondjuk ha ennyit lát belőle az ember, akkor nyilván mondjuk az anyagszerűsége, vagy az, hogy itt látunk egy vízcseppet, az segíthet dekódolni, hogy vajon mire szolgál ez az eszköz, de alapvetően eddig, akivel én találkoztam, senki nem tudta kitalálni, hogy mi ez a tárgy, vagy mire szolgál. És hogy pont számomra ez az érdekes, hogy van egy tárgy, amit mondjuk 60 évvel ezelőtt is mondjuk használtak, vagy addig, amíg mondjuk a Duna vizét lehetett tisztítani, aztán jön egy nagy fejlődés, vagy változás, és mondjuk nyilván más technológia, de mondjuk a Tesco-ba meg tudom venni ezt egy víztisztító kancsóként. Több kicsi, meg praktikus, csak hogy eljutunk oda, hogy nem a Duna vizét tisztítjük, hanem a saját csapvízünket. És hogy akkor van egy ilyen kérdés bennem, hogy akkor az a nagy fejlődés, aminek így a részesei vagyunk, hogy ez vajon ilyen módon pozitív, vagy negatív. És nem fogok mindegyikről beszélni, de van még egy ágyúgolyóm, meg egy litográfiai kövem, ez főként a másolásra használták, de hogy még egy húróban minden, de hogy lényegében amikor kiállítási helyzetbe kerülnek ezek a képek, akkor elég nagy méretben, mondjuk ennek a képnek ideig érek, szóval elég nagy méretben jelennek meg, és minden mellett egy kicsit játszok akár az anyagszerűség miatt, főleg, hogy elég sok belőle mondjuk kő, egy kicsit a monolitoknak az ilyen megfejtetetlenségére, meg ahogy dolgoztam ezen a munkát, nagyon erősen hatott rám például Földényiek Lászlónak a Melankólia dicsérete című könyve, amiben ő párhuzamba hozza a monolitokat és a melankóliát, az, hogy mennyire nehéz megfejteni mondjuk ezeket a különös építményeket, meg mennyire nehéz mondjuk megfogalmazni a melankóliát, és amikor nálam mondjuk nem hangzik el a nem tudás kifejezés, de ugyanazt éreztem, hogy ha csak mondjuk a legegyszerűbb, vagy a legközismertebb, vagy populárisabb monolitra mondjuk vagy monolit együttes, mondjuk a Stonehenge-re gondolunk, akkor mondjuk meg lehet fejteni, hogy hogyan építhették, de hogy pontosan mi célból, meg egyáltalán hogyan szállították oda azokat a köveket, marad egy ilyen nagyon nagy rejtély mögöttük is, hogy van ez a monolitikus érzet, amikor állunk a képek előtt, akkor egy kicsit így a befogadót szeretném ilyen helyzetbe hozni, hogy áll ezek a kövek, vagy különböző monolitszerű, mondjuk a lexikonnál oszlop előtt, és hogy hasonló érzések fogják el. Szóval valami ilyesmi. Bocsánat, egy kicsit kevés volt, mert ezt a szület, mint szoktam, de kíváncsi vagyok, hogy bárkinek bármi hozzászólás, vagy mennyi hülyeséget mondtam közül, vagy sem, amikor hozzáértőknek beszélek ilyesmiről. De kérsz egy? Igen. Hát a utózáshoz így kell, úgyhogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy ezzel... Hát Nora, azt hiszem Nora, ugye? Viktória. De valahogy úgy is olvastam. Volt, igen. Na. Még az egyetemi becenéva, Nora. Lehet az is. Nora. Ez egy Japánban egy lábos, ugye? Igen. No, hát egy jó szállás. Igen. No, hát azt hiszem, hogy azt mondhatom, hogy ez egy más világ. ez egy nagyon-nagyon-nagyon más világ, mint amiben mi élünk, mert hát művészetikor, tehát nálunk ilyenkor nincs, úgyhogy még látogatunk, most szoktunk. Tehát, mert én nem tudom, hogy az Erdélyben van egyáltalán ilyenkor,
Nem tudok róla, de akkor meg is erősítesz. Tehát itt még a közelünkben sem szoktam ilyennel találkozni. És meg kell mondjam őszintén, hogy nem is tudtam, hogy fotográfus mesterképzés is folyik Magyarországon. Pont is vagy a Kaposvári Egyetemen. Mi voltunk az első végzős évfolyamányban? Persze, tehát igen, de hogy a Kaposváron ott így van ezt, nem tudtam. És én azt hiszem, hogy tulajdonképpen abban fog meg a dolgot, hogy az emberi tudás, vagy nem tudás, megjelenítése. Ugye ez volt tulajdonképpen a mottoja a gondolatnak. Az, hogy a tudás vagy a nem tudás jelenítse, mert az végezető bizonyos értelem szinoníma, mert a nem tudásból jó esélye tudás lesz, mondjuk így. Igen. Vagy aztán megint nem tudás lesz, ahogy megtudtuk. Ennek az allegorikus. És a monolit elem, ugye a monolit, ez az, én most az én szavam azt mondom, hogy letisztult a dolgok. Hát ilyen összetett képeket nem érzékeltünk úgy az összetettséget, hanem tényleg ez a letisztult formák vannak. Tehát a Stonehenge is letisztult. És hát, hogyha azt belegondolunk itt a letisztult formákba, én most ugyancsak így, hát így nem tudok asszociálni, mire, ahogy tud, de hát tulajdonképpen, amikor ilyen emblémákat csinálunk, meg hát nem is a címereket, hogy mondják, logókat csinálunk, hát azok is akkor szépek, akkor megakadóak, hogyha nem monolit, hanem letisztult formák. Ugye? Tehát, ez csak egy. A másik dolog, hogy használta ezt a szót, hogy képközpontú világ. Ebben mi is benne vagyunk, ugye? Tehát akkor, amikor én még úgymond tanultam az egyetemen, akkor ugye beszéd átvitelről, meg beszéd, meg akármiről beszéd, kép átvitel, hát az ugye remények szintjén jelentkezett. A dolog ugye megfordult, mert nem a beszédet nehéz átvinni, hanem a képet, és hát persze, hogy beleintegráljuk a beszédet is. Tehát megfordult a dolog, tehát itt megvan ez a közösség. És úgyhogy az aggodalom pedig ott szólalt meg önben, hogy tulajdonképpen vannak ezek a nem tudás elemek, amikor már nem is tudjuk, ugye ez a csöpök tető tisztító volt ennek a legtisztább jelképe. Sok minden az ember gondol, de hogy ezt egy tisztításra használták, ezt most hallottam, tanultuk meg. És az aggodalom az abban érződött, de nem vitte túlzásba, hogy tulajdonképpen exponenciális a fejlődés. Aztán ezt a szótán nem használtam, mert nem. Ezt mi használjuk, de exponenciális a fejlődés, és ez mondjuk így tény. És ebből fakadóan, hát bizonyos dolgok ugye elfelejtődnek, de volt egy nagyon szép ilyen sorozat, hogy a nem tudásban tudás lett aztán. De az egyik legmegfogóbb nekem az a képe volt, ahol valaki azt hiszem, hogy fölfúj egy lufba. Igen. Ugye, egy lufi, és akkor a lufi belül van a tudás, tehát ha fújjuk, akkor ugye mind több lesz a tudásunk, de a nem tudásunk is növekszik, mert szerintem nagyon jól jelképezi a dolgokat. Úgyhogy ezt az ötletet még biztos egy jól el lehet adni ilyen tudáshelyeken, hogy mi azok vagyunk, ahol ugye, növeljük a tudást, mint egy kapusvári egyetemen, ugye, és akkor a nem tudás, mármint hogy tudunk jobbakat kérdezni, ugye? Mert valójában a felület, az pedig a nem tudásnak a határát mutatja, ahol már azért tudásból fokadóan tudunk kérdezni. Még egy gondolat, amit itt a lexikonok kapcsán. Hát igen, hát sajnos ez tény, nekem is van ott egy 18 kötetes lexikonom, borsodik ott, ugye, mindig úgy ránézek. Igen, és egyszer nagyon örültem neki, mert de hát ma már nyilván nem használom, de... Egyébként a fotón is az nagyon izgalmas még, hogy én kerestem, hogy milyen lexikon legyen, és egy ismerősön megláttam, hogy mondom, aranyszegély, mondom, az nekem nagyon jó lesz, mert hogy abban így még viszont egy anyag. És akkor kivesszük, mondom,
Hát ennek csak a teteje van lefestve. És hogy így pont, tehát az egy nagyon még friss kiadás, de tudják, hogy már ugye nem veszik le a polcra, tehát bőven elég csak a tetejét bearanyozni, tehát a hátoldala meg az alja azt már nem kell. Aha, és ez is egy ilyen érdekes, hogy inkább tárgynak készítik, mint amúgy védelmi célból, hogy kiadás. A könyves egy új kiadás volt. Mert már valaki megvette a könyves polcot, de már nem akarja kitölteni, úgyhogy most akkor... Igen. Hát, ha ez tényleg így van, mert bárhol az ember ugye mi tartunk egy előadást, akkor azt mondjuk, hogy megváltott az élet, mert szombat vagy vasárnap délelőtt, hogy a család reggelizik el beszélgetni, van valami kérdés, hát akkor régen oda mentünk és nem tudtuk egy fogalmat, akkor oda mentünk a könyvesporthoz, előkezdtük a lexikont, hát most már ugye megnézzük a mobilunkat és ottan előkevessük. Úgyhogy ezért nekem az a nagyon tömény fordulatom van el, hogy Markon van a világtudás. Hát ezt megint valahogy jól meg is lehet jeleníteni, de hát ez ugye pontosan a Marok telefonra utal, anélkül, hogy kimondanánk, és valójában telefonunk, hogy ez sajnos, nem sajnos, ezt most tényleg el lehet akkor mutatkozni, hogy ez igaz-e. Hát, nekem mindenféleképpen egy más dimenziót mutatott. Én szoktam fényképezni, és talán kicsit az is vetett arra, hogy oké, belementem a fölkérésbe, sőt, mondjuk viszonylag elég sokat is, vagy régebben, de ilyesmit nem. De ilyesmit nem. Ha nagyon azt mondanám, hogy egy ilyet meglátok, akkor azt mondjam, hogy nem fotózom le, ugye? Mert az én fantáziámat nem mozgatja meg. Vagy legalább most úgy mondanám, hogy nem mozgatta meg eddig. Mert ugye, ha látok egy ilyen táblát, amelyen össze-vissza karcolták az előző előadók a tudományokkal, akkor nekem nem biztos, hogy az jut eszembe, hogy én krétába kihúzzam a dolgot, és ennek megérhagyta, hanem szólt, hogy le kéne festeni. Hogy tiszta, hogy megint használható legyen. Tehát ilyen értelemben tényleg más megközelítésben gondolkodunk, de végelemében talán ezért volt nekünk, nekem is nagyon érdekes az előadása. Aztán még egy dolgot itt felírtam, hát ez jó emlékeztető, hogy mit csináljon az ember az a sok papírral, jegyzettel, amit készített vagy megvett, mondjuk a középiskolás vagy egyetemista tanulmányai során, és akkor mindig mondják, hogy hát ide tudjuk, oda tudjuk, hogy kell belőle csinálni merített papírt. Igaz, hogy utána nem lehet ebből semmit sem kiolvasni, de egy jó mementó is emlék marad. Hát, ugyan vakumban a világtudása, és ezt próbálja ön tulajdonképpen nagyon letisztított módon megjeleníteni, felhívni a figyelmet. Egy kérdésem maradt itt akkor a végére, és ennek a mind összetettebbé váló világnak, a világ mind összetettebb lesz ebből az exponentes felvédésből, akkor ennek a megjelenítése az itt hogyan történt? Pont szerintem ez érezhető egy-egy képen, hogy látszólag mondjuk nincs rajta sok minden, de hogy amúgy meg egy-két nagyon sok mindenről szól, és ez nyilván egy kicsit ilyen nehéz is sokszor, mert mondjuk akár a középiskolában mondjuk a vizuális nevelésünk eljut odáig, hogy mondjuk Picasso már bonyolult és absztrakt, és akkor ott vége van, de hogy alapvetően nagyon bátran kell mondjuk gondolkodni a kortárs fotókról, vagy hogyha elmegy az ember megnézni egy kiállítást, és mondjuk ránéz egy képre és nem tetszik neki, akkor az egy jó dolog, hogy vagy mondjuk dühös lesz, vagy valami olyan érzelmet vár ki, hogy elsőre mondjuk akár nem érti. Azok a jó képek most szerintem, főleg ebben a nagyon sok információban, amik, nehéz azt mondani, hogy elsőre negatívumot, de hogy az átlag ember számára, vagy aki nem, úgy mondom, hogy nem művészeti oktatásból jön, mondjuk anyukám szoktam mondani, hogy mondjuk, hogy ez nem tetszik neki, és akkor mondtam, hogy de hát miért nem tetszik? Hát, hogy így
fejér, hogy így ilyet lefényképezi, felháborít. És vagy nem is az, csak hogy mondjuk felháborító, vagy nem tudom, és akkor mondtam, hogy de, na és akkor miért? De ez a célja, hogy felháborodj rajta, és akkor beszéljünk tovább, ez az alap, hogy oké, felháborodtunk, és akkor de miért? És hogy a mostani, amikor én is elkezdtem járni mondjuk kortárs képzőművészeti kiállításokra, akkor én is ugyanúgy voltam, hogy néztem, hogy most ez mi, vagy miért. És akkor mindig egyébként segít az alkotó, hogy van egy pici szöveg, amit mindig el kell olvasni, és akkor idején az ember, hogy aha. És az a pici szöveg az ugyanannyira fontos lett most, mint a képek, és együtt lehet megérteni. Mondjuk amikor már sok éve jár az ember mondjuk kiállításra, vagy ismer meg, elkezd megismerni egyes alkotókat, vagy alapokat, akkor már nem kell annyira, tehát jobban ráérez, de hogy ez eleinte nagyon kell, és hogy ez az összetettség, ez így tud megjelenni, hogy egy kép, az jóval több annál, hogy ránézek és értem, hogy nem tudom, egy szép tájkép, és akkor oké, hanem ezek már úgymond, hogy ezeknek, ennek a korszaknak egy picit így vége, és mindegyik képnek fontos, hogy legyen egy ilyen nyitása, tehát hogy nem csak egy ilyen egyszerű a világnak egy ilyen, amit amúgy is látok, és annak egy ilyen tükörképe, hanem inkább egy ilyen ablakként nyit, és akkor gondolkodjunk tovább belőle, hogy mit jelentett egy-egy kép. És ezért nehéz, meg főleg, hogy pont mondtam ezt a gimnáziumi vizuális nevelést, hogy nagyon keveset ad, és nagyon nem tudunk bátran gondolkodni, vagy ezeket befogadni, vagy egyrészt így nyitni e felé. És mondjuk közben meg a fotó, meg a képzőművészet se segít, mert az meg nagyon elszáll, és néha már a képzőművészek se értik, hogy a többi képzőművész mit csinál, tehát ez egy kicsit ilyen nehéz folyamat, de hogy az összetettség az néha pont ebben van, hogy egy képen, amin alig van valami, ott lehet, hogy nagyon sok minden van. Most egy, amit a most megfogalmazott, azt megpróbálom értelmezni, hogy a fotográfiánál, főként, tehát a modern fotográfiánál, ahogy mondta, hogy nagyon fontos a mellette levő egy-két sor, ugye, amit a fotográfus ír mellé. Ugye, akkor ez részben például, ugye, akkor ez azt jelenti, hogy ez a fotográfus nem csak fotográfus, hanem, és nem csak fotográfus, művész, hanem tulajdonképpen most mondjuk, hogy filozófus is. Tehát ilyen értelemben túlnő a művészeten, tehát megint a komplexitás itt jelenik meg, mert hát végezetül döntővé válik, hogy mi van a kép sorban, vagy kép, mindegy, kép mondatban, tehát mi a címe ugye a fotónak, az akkor sokkal döntővé válik. Mondjuk ez az álmomnak nem sokat segített. Igen. Kérdésem az, hogy lehet, hogy nem pontosan értettem ezt a fotográfiához kötötte ezt a fajta mondjuk multikulturális megközelítés, tehát az írott szöveg, multimédiás pont, és ugye, hogy szöveg is van, kép is, multimédiás megközelítés, de lehet, hogy nem jól értettem, ezt a festőkre meg a szobászokat nem állítja? De. Ja. Igen. Tehát ők is ugyanúgy megírják azt a két sort. Persze, nagyon jellemző. Jó, hát ez mindenféleképpen egy fontos gondolat ahhoz, hogy az ember elmegy egy modern művészeti kiállításhoz, akkor, hogy is mondjam, ne körbe szaladjon, hanem olvassa el a egyes képeknél az odaírtakat is, mert maga a kép meg nem mond el mindent. Nem. Tehát ahhoz nagyon sokat kell nézni, meg állni előtte, hogy nekem is bizonyos alkotók munkái van, hogy így évek múltán esik le, hogy így ja, értem akkor, vagy sok réteg van rajta mondjuk inkább, hogy én gondoltam egyet, aztán utána olvasok hozzá, vagy jön egy újabb info, akkor megint jön egy következő réteg, amit itt tudok belőle olvasni. Akkor nem akarom elvenni, hogy nem mondjuk beszéltünk. Azzal ott érzek ellentmondást, hogy egyre inkább képcentrikus a világunk. Tehát már azt mondjuk, hogy a gyerekek alig tudnak olvasni minden, csak akkor érdekli őket, csak akkor nézik meg, hogy ott van mögött a kép. Igen. És ugyanakkor meg azt mondta, hogy a
ahova fejlődik a képzőművészet, a képeket meg nincs türelmünk megfejteni? Vagy nincs türelmünk megérteni? Vagy? Tehát hát, itt a, tehát, hogy azt gondolja az ember, hogy a képi látás, vagy hogy mondjam, a kép feldolgozásunk egyre fejlettebb lesz, akkor egyre könnyebben értjük meg azokat a képeket is, amik a valóságból, nem a valóságot, hanem a valóság egy absztrahált változatát mutatják. Ez az egyik gondolat, ami eszembe jutott, és még egy volt, van, ami ilyen, csak ilyen nagyon, vagyis olyan felszínesen jutott eszembe, hogy a zenébe is lezajlott egy folyamat, ugye, hogy úgy mondjam, az absztrakt zene, és most kezdünk vissza, vagy nagyon sok zeneszerző kezd visszatérni a tonális zenéhez, mert annyira kicsi volt az a befogadó közeg, aki képes volt arra, hogy meglássa, vagy megérezze egy 10 percig egy ütést hallok című vagy szóval, hogy ez a két különböző, de mégis csak az van szerintem, hogy ugye nagyon sok kép vesz minket körbe, de hogy mondjuk akár ha a reklámokat nézzük, akkor minél egyszerűbbnek kell lennie, hogy minél gyorsabban, meg minél színesebb, szagosabbnak, hogy így meg hamar tudjuk felfogni, tehát mondjuk akár megyünk az utcán, mondjuk akár egy autóval, gyorsan jönnek az információk, tehát mindegyiknek valamilyen szinten egyszerűnek kell lennie, hogy sokat be tudjunk fogadni. Tehát ott mondjuk nem lehet annyira bonyolítani, de hogy közben meg persze, ja, ez egy érdekes dolog, hogy mennyire fejlődik, és persze mondjuk, tehát kíváncsi lennék, hogy mondjuk az anyukámhoz képest, mondjuk már az én gyerekem, hogy ugyanazt a képet, hogy fogja ő érteni meg, szóval, hogyha vagy valami, nem tudom, egy 8 éves, aki majd aztán idővel ebben nő fel, mennyire tudja ezeket egyszerűbben dekódolni, mint például, nem tudom, a már felettem, meg az alattam lévő generációba, hogy mekkora lesz ez a szakadék, vagy lehet, hogy akkor egyébként sokkal könnyebben lehet majd értelmezni a portás képzőművészetet is, hogyha mondjuk ez ennyire fejlődött, hogy könnyen tudjuk dekódolni, meg értelmezni a képeket. Ez egy jó kérdés. És arra meg én is kíváncsi leszek, hogy visszatér egy picit ebből a vonalból a képzőművészet. Most tök nagy a szakadék, szóval vagy van egy ilyen elszakadás. Mindeközben meg nagyon sok jó mondjuk olyan művészeti projekt van, ami meg pont így a közösség bevonását erősíti, vagy van egy ilyen szociális érzékenysége, szóval, hogy így vannak, van ennek sokféle iránya, meg módja, de hogy mindenképp van egy olyan ága, ami kicsit így, én úgy érzem, hogy kezd így elszakadni. Pont ezt abban szerintem egyébként egy olyan dolog, egy kérdés az, hogy mivel válik tudást, meg oképpen, mert hogy attól, hogy egy képen gyorsan fel fog dolgozni, az egyfajta tapasztalat, esetleg valami ismeretet is szerzett belőle. De válik-e tudás? És hogy persze lehet a kép jelen is egy könnyítő hordozó annak, hogy a tudással válik, de az elmúlt hetekben láttuk. Én úgy érzem, hogy mindenképp amiatt, hogy nagyon sok információ van, ezért nem is tud annyira mélyülni a tudás legyen belőle, hanem így a végtelen mennyiségű infó úszik így a felszínen, és hogy megszűnnek ezek a mélységek, ami szerintem tök nagy baj. És nekem ez tetszett nagyon a táblákban, tulajdonképpen, hogy én nekem ott, ugye, én is itt végeztem, úgyhogy rögtön az információnak az zaj jutott eszembe természetesen, hogy ahogy egymással rakódnak a különféle jelek, hogy hogyan olvad össze tulajdonképpen valami elveszhetett lenni, aminek persze a társ
egészen eszméletlen tudunk kapcsolatban válik, amiben a valódi információ, a semmit nem jelentő, vagy éppen dezinformáció, hogyan válik egy ilyen eszméletlen komolyan rám, amiben az ember buszkál. Annyit tennék hozzá, hogy a professzor, a te felvetésedről, hogy a szociálpszichológusok nagyon sokat foglalkoztak ezzel, hogy a kortárs művészet befogadása egy szocializációs folyamat. Tehát én kitartó vagyok, mert te vagy a harmadik művész, akit ide hívok. És azt gondolom, van valami, azt nem tudom, mindegyikre eljöttél. Tehát, hogy egy kicsit megismerkedni ezzel a nyelvvel, ami nem ez a probléma, a módszerek, megoldás eredmények, amiben mi gondolkodunk, hanem problematizál, elmélyül, nem triviálisak a jelentések, homály nem is egyértelmű, mert inspirációt jelenthet. Másrészt meg a zaj, ugye a Csermely Péterék állítják, hogy a zaj sokszor segít és specifikus vált. Tehát a zaj sokszor segít a jel felismerésébe, élőlényeknél. És ez is egy nagyon érdekes probléma, hogy most ennyi zaj van, az akkor erre a síkra átvetíthető. Ez nem triviális, nem biztos, hogy igen, de mégis egy érdekes gondolat. Újabb hozzászólás? Vagy nem? Ja, egy gondolat jutott itt eszembe aztán, hogy én nekem a modern művészet tekintetében egy meghatározó élményem volt. Emlékszem is, hát ebből 1984-ben szerintem New York a Metropolitan Múzeumban láttam egy képet, ma is itt van előttem, és a képnek az alcímét is tudom, és az volt, hogy Monochrome Lila. És a dolog abból állt, hogy egy Monochrome Lila terület volt, és semmi. Úgyhogy ez nekem nagyon megagadott, és tulajdonképpen most alkalmam van ezt ön elé úgymond tárni. Volt egy másik kép is, de hasonló, szívesen elmondom, ez a kettő, amit nagyon előttem. De akkor most mit kellett volna asszociálni? Vagy mit kellett volna... Ez egy reflexió a fehér, vagy a testvérnek, a művésznek kellett volna többet írni, ahogy én tudok. De akkor bocsáss meg, el kell mondanom a másik képet, ami mellette volt. Az pedig az volt, az a címe, hogy fehér a fekete fölött. És ez azt jelenti, hogy arról volt egy fekete sár fölött. Ez ott egymás mellett volt ez a kettő. Csak ezért mondtam. És egy megmaradt. Most van 4, 35 év. Igen. Vagyis itt van. Valamit tudott ez a... Ugye? Hát mondhatjuk azt is, bocsáss meg, akkor lecsapadom, hogy volt értelme a dolognak. Mert majd tetted idejére. De azért inkább... Hú, hát ez jó, tehát ez más irányzat, tehát itt nem a koncertuális képzőművészet jön be, hanem mondjuk a monokrom szerepe, amiről nem most akkor tegyünk össze valami értelmeset, de hogy szóval hogy a monokromban sok esetben nyilván van egy olyan rész, hogy egyre tisztítanak le formákat és eljutnak odáig, hogy semmi nincs a képen, vagy van például itt is pár alkotó, például a Szabó Dezső, a Dobokai Máté, akik monokrom fotográfiát csinálnak, és akkor elképzelünk egy öt, hogy bemegyünk a kertébe, és akkor szürke fotópapírok kiállít, és akkor mi van? Vagy ez most miért? Vagy a depressziós? De hogy semmi, tehát így itt pont arról szól mondjuk egy munka, hogy sok esetben mondjuk az alkotó magával a médiummal kezd el foglalkozni. Tehát úgy kezeli, hogy mondjuk a fotó, hogy vajon csak az a fotográfia, hogy van egy kép, és akkor ez a fotó, vagy ez egy tárgy, mondjuk, hogy maga ez egy tárgyként egy fotó, és hogy ennek a problémakörével foglalkoznak, és akkor mondjuk azért szűk, mindegy, lehetne fején is az a kép, de mondjuk úgy van kiállítva, hogy behajlik, vagy elhajlik, és hogy ott maga egy ilyen visszára fordítás, hogy a fotográfia nem egy
kétdimenziós csak valami, hanem hogy annak ugyanúgy tárgyszerűsége van, meg anyaga van, és hogy úgy tudnám megfogalmazni, lehet, hogy a monokromra nem jó példa ez, de hogy ahogy fejlődik mondjuk a művészetnek a nyelve, ilyen kicsit ilyen irodalmi példával tudom talán értelmezhetővé tenni azokat az alkotókat, akik ilyen médium elméleti problémákkal foglalkoznak. És ez annyira vicces, itt mondanom, hogy ezek problémák, szóval, hogy igazából nyilván az probléma a Földön, hogy mondjuk nem tudom, emberek éheznek, hogy globális felmelegedés, tehát ilyen vicces mindig, hogy médium elméleti problémákkal beszélni, de hogy szóval, hogy úgy képzeljük el, hogy mondjuk... Kérdéseknek, igen, hogy mondjuk az én munkáim, vagy sok alkotó munkám, amikor így látjuk és értjük, hogy mi történik, ő olyan, mint egy költő, vagy egy író, aki megír egy regényt, elolvasom a könyvet és értem. Ők meg olyanok, akik mondjuk foglalkoznak ilyen médium-elméleti kérdésekkel, mint a nyelvészek, akik magának a fotográfiának a nyelvét, vagy a képzőművészetnek a nyelvét próbálják így újra fogalmazni. És ez is egy fontos dolog, hogy már hogy a fotó sem feltétlen az, hogy csak egy képként van jelen, és mondjuk csak egy területként, hanem az már inkább lehet egy, vagy hát az ugyanúgy egy tárgy is, vagy ugyanúgy, hogy is fogalmazzam meg. Nem lesz, szóval, hogy olyanok ezek a dolgok, amikor ennyire nem olyan technikai, hogy mint tényleg így az irodalomban, akik a nyelvvel magával foglalkoznak, itt is magával a médiummal, az anyaggal kezdenek el foglalkozni, meg azt vizsgálni, és azáltal, hogy mondjuk ők mernek ilyen munkákat csinálni, akkor így adnak teret arra, hogy mondjuk aki aztán később ír egy újabb regényt, vagy egy könyvet, akkor bátrabban tudja mondjuk felhasználni, hogy én is nem csak az az egy van, hogy mondjuk paszfaltú mögött üvegben van, hanem bátran azt csinálom, hogy lenagyítom és kirakom egy asztalra, és nem tudom, lehet, hogy egy tájkép egy búrjázó növényzetről, és hogy mennyire jó, hogy én is hagytam megszáradni a papíromat, hogy hullámos, mint egy domborzat, és lerakom az asztalra, vagy tehát, hogy akkor ad egy ilyen frissült a nyelv, és akkor a későbbi munkákban is mondjuk ez meg tud jelenni elég sok. Nálam is például van, amikor, nem tudom, pausz papírra nyomtatok és levilágító asztalra teszem ki, vagy installációt építek és projektorral vetítek rá, mint ami az eseménynél volt két ilyen színházi vasfüggönyök, és akkor azt játszottam, hogy kivetítem, be tudjunk menni, át tudjunk menni a képen, meg vissza tudjunk jönni, hogy talán ezek az ilyen nagyon elvont munkák, azok inkább a nyelvet fejlesztik, és akkor adnak lehetőséget a változásra. Talán ez. De a monokróm az elég bonyolult, mostanában biztosan mennék bele, de szívesen küldök hozzá a szöveget, hogy ki miért jut el oda. Nekem is, én sem feltétlenül tudom. A monokrómmal kapcsolatosan jelenki, vagy ilyen oldalról, valahol asszociáltam, amely mondta, hogy teljesen letisztult minden, amikor mi egy aszintotát keresünk, ugye a T-tantalégtelenben, vagy valamiben mindig X-tantalégtelenben, az körülbelül ilyen, amikor mindenfajta cizellálásoktól mentes. Értem. Hát. Ebben nagyon bele kell én mérni, szerintem, hogy monokromra tudom beszélni, de lehet küldött, igen. Nekem akkor álma. Nekem, és most amit mondott, az még egy ilyen asszociációt vett föl, hogy én akkor úgy gondoltam, hogy úgy gondolok most is rá erre a monokróm képen, hogy tulajdonképpen ezt egyszer egy valaki tudta megcsinálni. Hát igen. Többet ilyet más már nem csinálhat. Ezért is menő. Igen. Magyarán ez az, igen. És ahogy most ön mondott egy másik példát, hogy a pausz papír tövegét csinálni, egy átvilágít, ugye? Igen. Nincs egy olyasmi, hogy egyszer lehet megcsinálni. Hurrámméletet is egyszer, nem lehet kijönni még egyszer a hurrámméletet. Igen, ugye? Tehát ezeket egyszer lehet csinálni, és kész. Ugye? Tehát az, hogy most csinálnak egy monokom zöldet. Omás monokom is. Bocsáss meg, elment.
Ja, fekete? Igen, az a fehér volt egyébként. Ja, igen. Hát, látom. Tehát így, akkor mi, hogy ennek ebben az volt, és tulajdonképpen ez a, hogy... De most egy kicsit másképp fogom értelmezni most már a mai előadásról. El azt mondtam, hogy monokolina valaki kitalálta, és vette a bátorságot, hogy ez előálljon, és egy ilyen búzakba is kitegyék, ugye? De látom, hogy a művészet oldal az azt jelenti, hogy ő volt az első, aki ezt megtette, és az első díj az a művészet az a... Neked ez egy ilyen nagyon komoly, ilyen filozófiai kérdések, hogy például mondjuk Duchampnak a Forrás című képe, ami egy piszoár, ugyanolyan piszoár, mint az összes többi, de hogy attól mégis az, hogy egyet ő kinevez annak, az egy ilyen, szóval előtte senki nem nevezett ki egyet annak, meg nem volt még ready-made, nem csinálta senki előtte azt, szóval ez az ötlet. Úgyhogy most azt mondom, hogy ez az összes szék nem műtár, de ez az egy, ez az. És hogy így, szóval, hogy ez egy, mitől lesz az? Azért, mert ő művész és azt mondja, az nem elég hozzá, hanem azért, mert volt ez az ötlet, vagy hogy ez egy csomó kérdés felvet. És ugyanez nálam is a tábláknál, hogy miért kell, mondjuk én úgy élem meg, hogy tök fantasztikus eszköz a fotó, mert engem az a terület érdekel, és én ezzel az eszközzel azt le tudom venni, és el tudom vinni, és át tudom alakítani, meg kinyomtatni úgy, hogy megtévessze a befogadót annyira, hogy a zsiklémet elkezdje vakargatni, mert azt hiszi, hogy krétapor van rajta, de nem, az egy fotó. Mindegy, szóval, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, de hogy mitől lesz más, hogy leveszek egy iskának a faláról egy táblát, iskának a faláról leemelek egy táblát, és kirakom a galériába, azt is csinálhatnám, de hogy akkor az azt jelenti, hogy ez egy tábla is. De én viszont leszedem a felületét, és a felületről kezdek el beszélni, egy képet csinálok abból a felületből, és akkor teljesen más aspektusba kezd el kerülni az alkotás. A monokromról meg majd keresek, mert most abban annyira éppen nem vagyok belemélyedve, de majd küldök hozzá, mert lehet tök jó cikkeket kifogni, és akkor érteni jobban. Ott nagyon nyilván az is egy irányzat, meg hogy fú, nehéz most arról hirtelen beszélni, mert súlyos. Valami hasonló volt ott is, hogy a művészetre való rákérdezt is volt a kínvilót. Hát, csak úgy kérdezem. Igen. Igen, de még ennél így. Úgy számít gyorsan Hát talán csak annyit, hogy a színeknek nagyon sokszor köze van az érzelmekhez. Meg hát attól függ, hogy mondjuk a liláról, vagy a bíborról, hogyha ez nevezhető színmunkának, akkor ugye az liturgikus szín a bíbor, vagy a lila. Tehát egy nagyon... az, hogy milyen jelent is tulajdonítunk egy színnek, az attól is függ, hogy honnan vizsgáljuk, milyen paradigmában. Megint mondom, hogy a lila, hogyha az egyetemi kalorinak a minden karnak van egy színe. És ez szín dinamikailag össze van hangolva. Az a 8 szín, meg az egyetemnek a szín, ami 9. És a villamos mérnök és informatikai karnak a színe az lila. Semmilyen asszociációnak volt, ez lila. És miért lila? Nem bepüspökkel, tehát nem vallási megfontolásból, hanem a szín dinamikus, tehát akivel... Mivkar és kaposág lila. Mert azt mondta, hogy ez egy transzcendenciális szín ahhoz a gondolkodáshoz, az a virtuális gondolkodáshoz, amit a többi karral szemben leginkább jellemzi a villamos és informatikai kar, ahhoz ebben a skálán ugyan sokféle szépen, a lila indik a legjobban. Most csak azért is mondom, nem ma ez, az elfogadott szín, tehát ezt akkori
műhúskor. De egyébként ez tényleg bonyolult kérdés, tehát amikor jön valaki fotószakon az, hogy a monokrom fotóval foglalkozik, és hogy néznek rá a, mondjuk a dokumentarista, vagy akár mondjuk a riporthoz közelebb álló tanáraink, hogy ők se feltétlenül értik, tehát néha mégis értik, hogy mi van. És tudom, hogy mit kell magyarul olvasnia. A Dantónak, és elég az első pár oldal, van a Közhely színe változása című könyv, és ott leírja, hogy egy piros négyzetről ír, de hogy ez a piros négyzet című festmény, ez mennyi minden lehet, de egy ugyanolyan piros négyzetről beszélünk. És hogy na, szóval szerintem az jó lesz meg elég humorosan, vagy számomra elég szórakoztatóan írva. Akkor ugye például az építesz kalnak a színe, tégla, vörös. Ugye? Tehát így mindeniknek szépen. Csak hát téglavörös, ugye? Tehát benne is van, amikor ott kerestük a színt, akkor azt találtuk, és amikor az építészek megmutatják, azt mondják, hogy oké. Tehát eltaláltam a lelki, tehát rezonáltak rá. Megúszták a betonsz, és már van külön Coca-Cola piros. Igen, levédették a Coca-Cola piros színt, igen. De azt már nem lehet használni, csak úgy. Ha nincs más kérdés, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Nektek a munkát. Professzor úr, neked is. Köszönöm, kérdés volt nagyon. Valami jó pár beszélzzel.